Epilógus. Oszkár életének nagy korszaka véget ért. A béke sosem hozta annyira lázba, mint a háború. Feleségével együtt Münchenbe ment, ahol egy ideig Rosnerékkel laktak együtt, mivel Harryt és fivérét egy müncheni étterembe szerződtették muzsikálni, ami gondtalan megélhetést biztosított számukra. Egy hajdani fogoly, aki Rosnerék szűk kis lakásában találkozott Oszkárral, megdöbbent rongyos zakója láttán. Krakkóban és Morvaországban hagyott vagyona feltehetően az oroszok kezébe került, megmaradt ékszereit pedig élelemre, italra cserélte. A Münchenbe érkező Feigenbaumék megismerkedtek legújabb szeretőjével, egy zsidó lányjal, aki Brinlicnél rosszabb táborból szabadult fel. Nem egy látogató, aki jelenlegi otthonában felkereste Oszkárt, bármennyire szemet hunyt is egyébként Oszkár kalandészsége fölött, Emily miatt most bizony elszégyelte magát. Végtelenül bőkezű barát volt még mindig, és megszerezhetetlen árucikkek sikeres felhajtója. Henry Rosner felidézi, hogy a csirkehús nélkülöző Münchenben Oszkár csirkebeszerző forrásra talált. Mélységesen ragaszkodott zsidó fogjainak Németországba települt csoportjához, Rosnerékhez, Pfefferbergékhez, Dresznerékhez, Feigenbaumékhoz, Sternbergékhez. Egyes kétkedő későbbi állítása szerint mindenkinek, aki koncentrációs táborokkal állt kapcsolatban, ajánlatos volt akkoriban zsidó barátai körében védelmet keresni. Az ő ragaszkodása azonban nem ilyen ösztönös ragaszkodásból fakadt. Családjának érezte a Schindler zsidókat. Együtt hallották, hogy Patton amerikai katonái ez év februárjában kézre kerítették Ámon Götöt Bad-Tölcben, ahol egy SS-tanatóriumban gyógykezelték. Börtönbe vetették Dachauban, majd a háború befejeztével átadták az új lengyel kormányzatnak. Ámon valójában az első németek között volt, akiket a lengyeleknek igazságszolgáltatás céljából kiadtak. Számos egykori foglyot idéztek be tanúként. A magát hiú reményekkel áltató Ámon mentő tanúi közé számította Helen Hirschet és Oskar Schindlert is. Oskar nem ment el Krakkóba a tárgyalásra. A jelenlévők azt tapasztalták, hogy a cukorbetegségtől lefogyott Göt szelíd modorban, de a bűntudat minden jele nélkül védekezett. Bizonygatta az összes kivégzést, az összes deportálást felettesei által aláírt parancsra hajtotta végre, így hát úgymond nem ő, hanem azok követtek el bűnt. A saját kezű gyilkosságairól szóló tanúvallomások rosszindulatú túlzásnak tekinthetők, folytatta Ámon. Néhány foglyot szabotás miatt ki kellett ugyan végezni, de háború idején mindig akadnak szabotálók. Mietek Pember a tárgyalóteremben várta, hogy tanúvallomásra szólítsák fel. Egy mellette ülő plasóvi fogoly a vádlottak padján ülő Götöt nézte, és közben így suttogott. Ez az ember még mindig rémületet kelt bennem. Pember, a vád korona tanúja, pontos listával szolgált Ámon büntetteiről. Utána mások következtek, köztük a szomorú emlékeket pontosan felidéző dr. Biberstein és Helen Hirsch. Ámont halálra ítélték, és 1946. szeptember 13-án Krakkóban felakasztották. Pontosan 2 évvel azután, hogy zugkereskedés vádjával az SS letartóztatta Bécsben. A krakkói lapok tudósítása szerint a legcsekélyebb bűnbánat nélkül ment a bitófa alá, és nemzetszocialista tisztelgéssel búcsúzott az élettől. Az amerikaiak által őrizetbe vett leipolt személyazonosságát maga Oszkár állapította meg Münchenben. Egy brinlici fogoly kísérte a letartóztatottak sorához, és állítása szerint Oszkár a következő kérdést tette fel a tiltakozó leipoldnak. Akarja, hogy én ismerjem fel, vagy inkább az az 50 dühös zsidó, aki odalent várakozik az utcán? Leipoldra is kötél várt. Nem a brinlici bűnei, hanem Budzinyban elkövetett régebbi gyilkosságai miatt. Oszkár alig, ha nem foglalkozott már ekkor az argentínai kivándorlás tervével, ahol farmerként, nutriatenyésztőként akart megélni, minthogy a dél-amerikai vizekben élő, nagy termetű rágcsálónak rendkívül értékes bőre van. Oszkár szentül hitte, hogy ugyanaz a csalhatatlan üzleti ösztön, amely 1939-ben Krakkóba irányította lépteit,
Most az Atlanti-óceán túlsó partja felé hajtja. Pénze nem volt, de a Joint Distribution Committee nevű nemzetközi zsidó segélyszervezet, amelynek Oscar információkkal szolgált a háború alatt, és amely ismerte ténykedését, hajlandónak mutatkozott a támogatására. 1949-ben 15 ezer dollár exgrácia összeget utaltak ki számára, és az arra illetékes személynek szóló ajánlólevelet is adtak, amelyet a Joint igazgató tanácsának alelnöke Beckelman írt alá. Szövege a következő. Az amerikai Joint Distribution Committee alaposan megvizsgálta Schindler úrnak a háború és megszállás alatti tevékenységét. A legteljesebb meggyőződéssel javasoljuk, hogy minden szervezet és minden egyén, akivel, amellyel Schindler úr kapcsolatba kerül, a lehető legnagyobb támogatásban részesítse, kiváló szolgálatának elismeréseképpen. Egy náci kényszermunkatábor először Lengyelországban, majd a Szudétaföldön való fenntartásának örve alatt Schindler úr olyan zsidó férfiakat és nőket alkalmazott munkásként és részesített így módon oltalomban, akik Auschwitzban vagy más hírhedt koncentrációs táborokban eleve pusztulásra voltak ítélve. Schindler brinlici tábora, közölték szemtanúk a Joint Distribution Committee-vel, az egyetlen tábor volt a nácik megszállta területen, ahol egyetlen zsidót nem pusztítottak el, nem vertek meg, hanem mindvégig emberi módon bántak velük. Most, amikor új életet próbál a maga számára teremteni, segítsük őt ebben, ahogyan ő is segítette hittestvéreinket. Amikor útnak indult Argentínába, fél tucat Schindler Jude családot vitt magával, s nem egynek hajójegyét is fizette. Buenos Aires tartományban egy farmon telepedett meg Emilyvel, és csak nem 10 évig dolgozott ott. Egykori foglyok, akik nem találkoztak Oscarral ezekben az években, nehezen tudták farmerként elképzelni, mivel a nap-nap után ismétlődő foglalatosságokért sohasem lelkesedett. Egyesek azt állítják, és van is benne némi igazság, hogy az Emália és Brinlitz a Stern és Bankier félék szakértelme miatt volt a maga bizarr módján sikeresnek tekinthető vállalkozás. Oscar Argentinában semmilyen efféle támasszal nem rendelkezett, nem számítva persze felesége gyakorlati érzékét és falusiasan dolgos természetét. Abban az évtizedben bizonyosodott be, amikor Oscar nutria tenyésztéssel foglalkozott, hogy a csapdával történő vadászással szemben tenyésztés útján nem állítható elő megfelelő minőségű szőrme. Számos nutria tenyészet belebukott a vállalkozásba, és 1957-ben Schindlerék farmja is csődbe jutott. Emily és Oscar Buenos Aires egyik déli külvárosába, San Vicentébe, a Binay Birit által felkínált házba költözött. Oscar üzletszerzőként próbált elhelyezkedni. Egy éven belül azonban visszatért Németországba. Emily Argentínában maradt. Kicsiny lakást bérelt Frankfurtban, és egy cementgyár megvételéhez szükséges tőkét igyekezett előteremteni. Lengyelországi és csehszlovákiai ingatlanainak elvesztése fejében tekintélyes összegű kártérítést próbált a nyugat-német pénzügyminisztériumtól szerezni. Erőfeszítése csekély eredménnyel járt. Oscar egykori foglyai közül némelyek a köztisztviselői kar közép rétegeiben lappangó hitlerizmusnak tulajdonítják, hogy a német kormányzat elmulasztotta az őt megillető jóvátétel kiutalását. Oscar követelésének teljesítése azonban jobbára technikai akadályokon múlt. A hozzáintézett minisztériumi levelekben semmiféle hivatali rosszindulatnak nem lehet nyomára lelni. A Schindler-féle cementüzem a Joint Distribution Committee által kiutalt alaptőkéből és számos olyan Schindler zsidó kölcsönéből kezdte el működését, akinek jól ment sora a háború utáni Németországban. A vállalkozás rövid életű volt. 1961-re Oscar újra csődbe jutott. Üzemének sokat ártott az egymást követő zimangós telek sora, amikor az építőipar működése leállt. De a Schindler táborbeliek egy részének véleménye szerint Oscar nyughatatlan természete és a mindennapos rutin munka iránti ellenszenve is hozzájárult a vállalkozás bukásához. Az Izraelben élő Schindler zsidók tudomást szereztek gondjairól, és még abban az évben meghívták, hogy költségükön látogasson el hozzájuk.
Közlemény jelent meg az izraeli lengyel nyelvű újságban, felkérve a Brinlici koncentrációs tábor minden egykori lakóját, aki ismerte a német Oskar Schindlert, hogy lépjen kapcsolatba a lappal. Oskar túláradó lelkesedéssel fogadták Tel Avivban. A táborlakók háború után született gyermekei köréje csődültek. Oskar kissé eltestesedett, arca is vaskosabb, húsosabb lett. De az összejöveteleken, a fogadásokon minden régi ismerőse a hajdani, fékezhetetlen Oskárt fedezte fel benne. A dünnyögve mondott elmés szavak, az ellenállhatatlan Charles Boyeri báj, a csillapíthatatlan mohóság túlélte a két tönkremenést. Ebben az évben állították Adolf Eichmann bíróság elé, és Oskar Izraelben tett látogatása némileg felhívta magára a nemzetközi sajtó figyelmét. Az Eichmann tárgyalás kezdete előtti napon a londoni Daily Mail tudósítója vezércikkben taglalta a két ember tevékenysége közötti különbséget. Annak a felhívásnak a bevezető szavait idézve, amelyet a Schindler júdék tettek közzé Oskar megsegítésére. Nem feledjük az egyiptomi rabszolgaságot, nem feledjük Hámánt, nem feledjük Hitlert. Ám nem csak a bűnösöket, az igazakat sem feledjük. Ne feledkezzünk meg Oskar Schindlerről. A tömegpusztítás túlélő zsidók egy része hitetlenkedve fogadta olyan fajta jótékony hatású kényszermunkatáborok létezésének tényét, amilyen Oskaré volt. A Schindler jeruzsálemi látogatása alkalmával rendezett sajtókonferencián egy újságíró kifejezésre is juttatta e kétkedést. Hogyan tudja megmagyarázni? Tette fel a kérdést, hogy ön a krakkói körzet összes magas beosztású SS funkcionáriusát ismerte, és rendszeres összeköttetésben állt velük. A történelem eme szakaszában, felelte Oskar, nehéz lett volna a jeruzsálemi főrabbival vitatni meg a zsidók sorsát. Oskar argentinai tartózkodásának vége felé a Yad Vashem tanúságok bizonyítékok osztálya átfogó ismertetést kért és kapott tőle krakkói és brinlici tevékenységéről. A Yad Vashem ügyintéző bizottsága saját elhatározásából, s egyszer mint Itzhak Stern, Jakob Sternberg és Moise Bejszki, Oskar egykori pecséthamisítója, később nagy tudású, köztiszteletben álló bíró befolyására fontolgatni kezdte, hogy hivatalos elismerésbe részesítse Oskárt. A bizottság elnöke Landau az Eichmann tárgyalásokat vezető bíró volt. A Yad Vashem tömegnyi tanúvallomást gyűjtött Oskárral kapcsolatosan. A nyilatkozatok hatalmas gyűjteményében négy rosszalló vélemény található. Mind a négy tanú egybehangzóan megállapítja ugyan, hogy Oskar nélkül elpusztultak volna, de a háború első hónapjaiban alkalmazott üzleti módszereit mindannyian kifogásolják. Az elmarasztaló tanúvallomások közül kettő a korábbiakban cégként emlegetett apa és fiú tollából származik. Oskar annak idején barátnőjét Ingridet ültette be cég zománcáru üzletébe Treihendernek. A harmadik nyilatkozat cég titkárától származik, és megismétli mind a ma veréssel és fenyegetéssel kapcsolatos vádat, amelyet Stern 1940-ben hozott Oskar tudomására. A negyedik tanú azt állítja, hogy a háború előtt részvényese volt az akkor még rekordnéven ismert, s később Oskar tulajdonába került zománcárugyárnak, és Oskar, bizonygatja a vallomás, nem akarta elismerni ezt a tényt. A Schindler júdék bizonyíték halmaza mellett Landau bíró és testülete nyilván jelentéktelennek tekintette négy tanúvallomást, és nem fűzött hozzájuk megjegyzést. Mint hogy mind a négyen kijelentették, életüket minden kétséget kizáróan Oskar mentette meg, a bíróság tagjai alkalmasint nem mulasztották el megkérdezni, hogyha Oskar valóban bűnt követett el ellenük, vajon miért tett meg minden tőle telhetőt a megmentésükért. Tel Aviv városa juttatta elsőként kifejezésre Oskar iránti tiszteletét. 53. születésnapján dísztáblát leplezett le a Hősök parkjában. A felirat szerint a Brinlici fogolytábor 1200 lakóját megmentette, és noha a szöveg számbelileg kevesebbet mond a valóságnál, kifejezésre juttatja a hálát, a szeretetet, amellyel a táblát állították. 10 nappal később Jeruzsálemben igaz embernek nyilvánították Oskárt.
E sajátosan izraeli kitüntető cím azon az ősi törzsi feltevésen alapszik, hogy a nem zsidók tömegében Izrael istene mindenkor gondoskodik egy-egy igaz ember jótékony befolyásáról. Oszkárt felkérték, hogy ültessen el egy Szent János kenyérfát a Yad Vashem múzeumhoz vezető igazak útján. A táblával megjelölt fa az összes többi igaz ember nevében ültetett fával együtt ma is ott áll egy ligetben. A munkásai törvényellenesen és kruppék, fárbenék számára elképzelhetetlen módon élelmező, védelmező Julius Madrich fája is fellelhető itt épp úgy, mint Plasovi üzemvezetőjé, Rajmund Ticsé. Kevés emlék van őt 3 méternél magasabbra ezen a köves dombháton. A német lapok történeteket közöltek Oszkár háborús mentési akcióiról, valamint a Yad Vashem ünnepségekről. E magasztaló hangon írt cikkek nem tették Oszkár számára könnyebbé az életet. A frankfurti utcákon megvetően rásziszegtek, köveket dobáltak feléje. Munkások csoportja csúfondárosan kiáltotta oda, hogy őt is el kellett volna égetni a zsidókkal együtt. 1963-ban megvert egy gyári munkást, aki zsidónyalónak nevezte, és az illető testi sértés vádjával feljelentette. A helyi törvényszéken, a német igazságszolgáltatás e legalacsonyabb fórumán Oszkárt megdorgálta és pénzbüntetésre ítélte a bíró. Ha nem szereznék nekik akkora örömet, megölném magam, írta Henry Rosnernek. E megaláztatások következtében egyre inkább rászorult egykori védenceire. Érzelmi és anyagi biztonságot egyedül ők jelentettek számára. Élete hátralévő részében néhány hónapot minden évben náluk tölt. Tisztelettől övezve jó körülmények között élt Tel Avivban és Jeruzsálemben. Ingyenesen étkezik a Ben Jehuda utcai román étteremben Tel Avivban, noha időnként kénytelen elviselni Moise Bejszki fiúi törődését, aki 3 dupla konyakra próbálja korlátozni Oszkár esténkénti alkoholfogyasztását. De aztán mindig visszatér létének másik, kitagadott felébe, Frankfurt központi pályaudvarától pár száz méterre levő szegényes, kényelmetlen lakásába. A Los Angelesben élő Poldek Pfefferberg levélben fordult abban az évben az Egyesült Államokban megtelepedett többi Schindler júdéhoz, buzdítva őket, hogy adományozzák évenként legalább egy napi jövedelmüket Oskar Schindlernek, aki Pfefferberg szavait idézve csüggetten, magányosan és csalódottan él. Oszkár továbbra is évenkénti látogatásokon alapuló kapcsolatot tartott fenn a Schindler zsidókkal. Időszakos program szabályozta életét. Fél esztendeig izraeli pillangó, fél esztendeig frankfurti lárva. Pénze változatlanul kevés volt. Egy Tel Avivi bizottság, amelynek megint csak Itzhak Stern, Jakob Sternberg és Moise Bejszki voltak a tagjai, megpróbálta kijárni, hogy a nyugatnémet kormányzat megfelelő kegydíjban részesítse Oszkárt. Kérelmük indokául háború alatti hősies magatartására, elvesztett vagyonára, és az azóta megromlott egészségi állapotára hivatkoztak. Első hivatalos gesztusként a német kormány 1966-ban érdemkereszttel tüntette ki, melynek átadási ünnepségén Konrad Adenauer elnökölt. 1968. július 1-jéig kellett azonban várni, amíg a pénzügyminisztérium értesítette, hogy havi 200 márka nyugdíjat utal ki számára. 3 hónappal később a limburgi püspök a Szent Szilveszter pápai lovagrendet adta át Schindler nyugdíjasnak. Oszkár továbbra is készségesen vett részt a Szövetségi Igazságügyminisztérium háborús bűnösöket felkutató munkájában. Ebben az ügyben kérlelhetetlennek mutatkozott. 1967-es születésnapján bizalmas felvilágosítást adott a Plasovi koncentrációs tábor személyzetének számos tagjáról. Ekkori nyilatkozatának szövege igazolja, hogy készséggel szolgál bizonyítékokkal, ugyanakkor rendkívül lelkiismeretes tanú. Őszintén megmondja, ha valamelyik SS katonáról keveset vagy semmit sem tud. Ez történt Amtor, egy Zugsburger nevű SS katona, vagy az indulatos természetű felügyelőnő Fräulein Ohnesorge esetében. Minden tétovázás nélkül nevezi viszont gyilkosnak és kizsákmányolónak Bost,
Hozzátéve, hogy 1946-ban az egyik müncheni pályaudvaron felismerte őt. Oda lépett hozzá, és megkérdezte, vajon Plaszow után tud-e valaha is nyugodtan aludni. Ez időtájt, közli Oszkár, Bosch kelet-német útlevéllel rendelkezett. Egy Móvinkel nevű felügyelőnőt, a német hadi anyaggyár megbízottját szintén minden teketória nélkül elmarasztalja. Értelmes, de embertelen, foglalja össze Oszkár a véleményét róla. Göt testőréről, Grünről elmondja, hogy ha ő nem ajándékozza meg annak idején vodkával, minden bizonnyal kivégez egy Lamus nevű emália beli foglyot. E történet igazát egyébként számos fogó is tanúsítja a Jádvásemben őrzött nyilatkozatban. Ricsek altisztről úgy vélekedik Oszkár, hogy rossz híre volt, de ő neki személy szerint nincs tudomása vétkeiről. Azt sem állítja biztosan, hogy az igazságügyminisztérium által felmutatott fénykép valóban Ricseket ábrázolja. Egyetlen olyan személy neve szerepel az igazságügyminisztériumi listán, akit Oszkár fenntartás nélkül dicsér. Ez pedig Huth-mérnök, aki Oszkár utolsó letartóztatása idején segíteni igyekezett rajta. Huthot, állapítja meg, a foglyok is nagyra becsülték, és elismerően beszéltek róla. Amikor 60-as éveibe lépett, a Héber Egyetem Német Barátai Egyesületben kezdett dolgozni. E foglalatosságra azok a Schindler Judék biztatták, akik valamilyen új életcélt akartak kitűzni Oszkár számára. Nyugat-németországi pénzalapok megteremtése volt a feladata. E munka során újra gyakorolhatta régi képességét. Elbájolni és megnyerni hivatalos személyeket, üzletembereket. Német és izraeli gyerekek csereutazási akciójának a megszervezésében is közreműködött. Ingatag egészsége ellenére úgy élt, annyit ivott, mint ifjú korában. Szerelmes lett egy Anne-Marie nevű német nőbe, akivel a jeruzsálemi Dávid király szállóban ismerkedett meg. Ez az érzelem áll élete hátralévő részének a középpontjában. Felesége Emily, akit semmiféle anyagi támogatásban nem részesített, Buenos Aires-től délre, San Vicente-i kis házában maradt továbbra is. E könyvírásakor is ott él. Méltóság teljes nyugalom jellemzi ma is, akár csak Brinlitzben. A német televízió 1973-ban készült dokumentumfilmjében az elhagyott feleség keserűségének, panaszkodásának leghalványabb nyoma nélkül beszélt Oszkárról, Brinlitzről és saját maga ottani szerepéről. Helyes ítélőképességgel jegyezte meg, hogy Oszkár a háború előtt semmiféle rendkívüli dolgot nem művelt, és a háború befejezése óta sem tekinthető kivételes egyéniségnek. Szerencsés volt tehát, hogy az 1939-1945 közötti rövid, de annál szörnyűségesebb időszakban olyan emberekkel került össze, akik felszínre hozták mélyebben rejlő adottságait. 1972-ben, amikor Oszkár látogatást tett a Héber Egyetem amerikai barátai szervezetének központi hivatalában, három Schindler Judének, egy tekintélyes New Jersey építkezési vállalat cégtársainak sikerült rávenni 75 Schindler foglyot, hogy 120 ezer dollárt előteremtve a Héber Egyetem Truman kutatóközpontjának épületében rendezzenek be és szenteljenek egy emeletet Oszkárnak. Itt kap majd helyet az életkönyve, Oszkár mentési akcióinak hiteles történetével és a megmentettek névjegyzékével. A három társ közül kettőt, Murray Pantirert és Isaac Levensteint 16 éves korukban vitte Oszkár Brinlitzbe. Oszkár egykori gyerekeiből legfőbb támogatói, megbecsülésének elősegítői lettek most és ezután. Súlyos beteg volt. Brinlitz egykori orvosai, köztük Alexander Bieberstein tudták ezt jól. Egyikük figyelmeztette is Oszkár közeli barátait. Kész csoda, hogy ez az ember még él. Merő csökönyösségből dobog a szíve. 1974. októberében a frankfurti pályaudvar melletti kis lakásában összeesett, és október 9-én kórházban meghalt. Halotti bizonyítványa szerint előre haladott agy- és szívérelmeszesedés következtében fellépő agyvérzés végzett vele. Végrendelete jó néhány Schindler Jude előtt már korábban is kifejezett kívánságát tartalmazta. Jeruzsálemben temessék el.
A jeruzsálemi ferences rendi plébános 2 héten belül engedélyezte, hogy Herr Oskar Schindlert, az egyház egyik legkevésbé odaadó hívét, a jeruzsálemi római katolikus temetőben helyezzék örök nyugalomra. Újabb hónap múltán Oszkár ólomkoporsóba zárt tetemét Jeruzsálem óvárosának zsúfolt utcáin keresztül a katolikus temetőbe vitték, amely az új szövetségben Gehennának nevezett Hinnomvölgy fölé emelkedve dél felé néz. Az újságok fényképet közölnek a gyászmenetről. Ezen Itzhak Stern, Moise Bejszki, Helen Hirsch, Jakob Sternberg, Júda Dressner látható a Schindler zsidók hosszú sorában. Minden kontinensen gyászolták.